Félbevágott zöld és pink trabantok a rendszerváltás kinagyított képe előtt a tavalyi Volt Fesztiválon. A rendszerváltás 30. évfordulójára emlékező kiállítás és a nagy nyári fesztiválok színpadjain vetített kisfilm volt tavaly a Terrorháza Múzeum legnagyobb visszhangot kiváltó akciója. Schmidt Mária, a Terrorháza főigazgatója korábban azt mondta, Orbán Viktor kérte tőlük, hogy szólítsák meg a fiatalokat. Azt mondta Köcsén, hogy el kell érnünk a fiatalokat, azt a nyelvet kell megtanulnunk, ahogy a ma fiataljai beszélnek, ezért azt várja el tőlünk, hogy fancyk, trendik és szexik legyünk. És ehhez pénzt is adott a kormány. Tavaly 5,5 milliárd forintot, ezt a Népszava vette észre. A Terrorháza Múzeumot is működtető közalapítvány nemrégiben közzétett 2019-es beszámolójában. A beszámolóból kiderül az is, hogy a közalapítvány főigazgatójának, azaz Schmidt Máriának tavaly több mint 30 millió forinttal csökkent az éves juttatása 2018-hoz képest. De még így is évi 64 millió 431 ezer forintot, azaz havonta 5 millió 369 ezer 250 forintot kapott a közpénzből működő közalapítványtól. Összehasonlításként Orbán Viktor miniszterelnök 1,5 millió forintot, Áder János köztársasági elnök pedig 3 millió forintos juttatást kapott tavaly havonta. Azaz ketten együtt sem kerestek annyit, mint Schmidt Mária egymaga. Az MSZP szerint a közalapítvány állami támogatása és a főigazgató fizetése is túlzó. Nagyon fontosnak tartjuk az emlékezet politikát, de abban az esetben semmiféleképpen nem támogatható ez a módszer, hogyha emlékezett politikában van csomagolva a pofátlan pénzlenyúlás. Schmidt Mária valószínűleg semmivel nem érdemli ki ezt a kivirívóan magas fizetést. Schmidt Máriát és a közalapítványt nahiába kerestük telefonon és írásban is. A kormánytól is megkérdeztük, mi a véleményük Schmidt Mária juttatásairól, de nem kaptunk választ.